A videó tartalmát részben vagy egészben megosztani kizárólagos írásos engedély birtokában lehetséges. Az abban elhangzottak vagy bemutatott képek engedély nélküli közlése jogi következményeket von maga után. Hát Nyári Hődőzete, mindenkinek áldassék a gyümölcsönos a Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsoltám YouTube csatorna. Um, nyilván látom a statisztikákból, hogy azért legtöbben, akik a videóimat nézik, ők fel is vannak iratkozva. A csatornámra. Most lehet, hogy azt gondolod, hogy az, az jön, hogy ha már nézel a videómat, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra. Ez is tök jó lenne, de most nem ezt szeretném, mert nem így szeretném befejezni ezt a mondatot, hanem pusztán csak annyit szeretnék kérni, hogy. Ha ez az első videó, amivel találkozol, vagy ezt, ezt, a videót látod, akkor mielőtt még messze menő következtetéseket vonnál le az én életemről, az én csatornámról, az én munkásságomról, tevékenységemről, nevezzük bármiről is, amit letettem az asztalra, hogy ezt szoktuk szeretni, kattints még rá egy pár videóra, és, és, és az alapján próbálj meg konzekvenciát levonni a dolgokból. Nem túlzás azt állítani, hogy hogy talán az egyik legnehezebb videó ez, amit, amit most itt uh, próbálok nektek prezentálni. Már csak azért is egyébként, mert hogy uh, azt sem tudom, hogy ki fogom ezt tenni egyáltalán. Mindig vannak ilyen videók, amiket, uh, amikben egy elmondom, hogy nem tudom, hogy látni fogjátok-e vagy sem. Egy részét nem is látjátok soha, aztán egy másik részét végül is kiteszem. Mindegy. Igazából a drog küzdelemnek a világnapja volt, és láttam, hogy nagyon sokan sokféleképpen beszéltek már erről, Valahogy nekem mindig egy kicsit promó volt ez a dolog, tehát hogy igazából valahogy nekem mindig az jött ki ebből a dologból, hogy a végén, ö, nem tudom, így, így az ember, embernek még eszébe juthat az, hogy hú, de jó lenne felszívni egy csíkot. A másik nagyon fontos gondolat, hogy sokan azért mondják el ezeket, nyilván ilyen 20 éves fiatalok, hogy megmutassák, hogy mennyire menők ők már mennyi mindenen átmentek ők, már mennyi mindent csináltak ők, mennyi, mennyi hülyeségben voltak benne, majd 22 évesen, ugye, vagy 21 évesen már az életüket e, tulajdonképpen megbánva, e, vagy a legjobb, amikor már ilyen 17-18 évesen azt mondják, hogy annyi, minden, annyi mindent csináltam, hogy most már le akarok nyugodni, most már normális életet akarok élni, Na mindegy, szóval nekem mindig egy kicsit ilyen szagú, meg egy kicsit ilyen önpromózás, hogy, hogy mennyire vagány valaki, amikor, amikor mesél arról, hogy, ő, hogy hogy, hogy, és milyen módon károsította magát. És meg is ragadnám ezt a szót, hogy amikor, azt mond, amikor a drogról beszélünk, akkor azon kívül, hogy magadat károsítod, az csak egy dolog. Sokkal durvább az, amit a környezeteddel csinálsz. Menjünk vissza arra a pontra, amikor Zsolti 12 éves volt. Zsolti 12 évesen állami gondozásba került. Zsolti nem dohányzott, Zsolti nem ivott, Zsolti nem drogozott. Ezáltal az intézetben nem is volt annyira menő. De Zsolti menő akart lenni, és, és Zsolti mindent kipróbált, amit, amit elétoltak. Az italról most nem beszélnék, mert az egy egészen másik történet, viszont, viszont az első drog, amit kipróbáltam, az a szipu volt. Hát az intézetben olcsó, Elkábulsz tőle, az a menő, tudod. Én nem a ragasztót szívtam, hanem én a töltőgázt szívtam. Ö, az csak azért jó tulajdonképpen, mert bármelyik pillanatban attól meghalhatsz. Tehát hogy az ott az agyadat az, 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 az azt az rögtön tropára vágja. Tehát hogy ez egy viszonylag olcsó, viszonylag rövid hatású, de nagyon-nagyon beszélyes drog. Ezt akkor senki nem mondta és a Zsolti ezzel kezdte. Aztán telt múlt az idő, Zsolti lement egy diszkóba, ahol megkínálták őt egy extazival. Zsolti akkor olyat érzett, mint soha. Zsolti, Zsolti megérkezett a nagybetűs éjszakai életbe. Mert Zsolti a nagybetűs éjszakai életben nem csak megérkezett, hanem ott is kezdett el dolgozni. Ezért nyilván drog drogot követett, és tulajdonképpen eljutottam odáig, hogy a, a heroinon, tehát a vénás drogokon kívül, de a, a leginkább ugye a heroinon kívül, én tulajdonképpen mindent kipróbáltam. Nem akarok álszent lenni, elmesélem nektek azt, hogy milyen volt bedrogozva lenni, és milyen volt nekem ezt az életet élni. Akkor abban a pillanatban, ameddig a paket kitartott, addig csodálatos olyan dimenziók és olyan kapuk nyíltak meg, amiket abban a pillanatban tökéletesnek és szupernek éreztem, és azt gondoltam, hogy mindig ilyennek kéne lenni a világnak. A szeretet flashnek hívott dolog, ugye hogy mindenki mindenkit szeret, mindenki mindenkivel előzékeny, mindenki, mindenkinek a barátja. Egészen addig, ameddig ki nem ürül az acskó, ameddig van a paketban. Abban a pillanatban, ahogy már fogyni kezd a drog, akkor ember embernek a farkasa azt nézed, hogy kinél van még. Honnan tudnátok szerezni az utolsó forintodat, az utolsó két-három forintodat egy gramspurira szeretnéd költeni, és mindegy, hogy ki, hogy honnan, hogy mennyit ad, ha már csak egy csíkot is, csak hogy még egy pár órára az az érzés benned maradjon, akkor is megveszed. Ha másnap nincs mit enni, na, akkor nem foglalkozol vele. Bespurizva ki akar enni nem fogod tudni kifizetni az albérletedet, ez akkor nem érdekel, majd lesz valahogy. De akkor az az érzés, a tánc, a zene, a szeretet, ami abban a pillanatban, ahogy kilépsz a napfényre, nyilván egy napszemüvegben, mert borzasztóan zavar téged a nap, abban a pillanatban elmúlik. Lehet, hogy még elmentek valaki az egy afterre, ott még tarthat, de a drog hatásával arányosan változik az emberek iránt érzett szereteted, az egymáshoz való hozzáállás. Soha semminek nem voltam a függője, tehát nem volt az, hogy bármit megtettem volna csak azért, hogy beállhassak. Onnantól kezdve viszont, amikor már be voltam állva, akkor már tulajdonképpen a prostitúción kívül talán bármit megtettem. Tehát, hogy képes voltam gyalog elmenni más városba, kerületbe, mert hogy mert hogy éppen ott volt a diller, tehát hogy, hogy fizikai, lelki, szellemi terheket félredobva bármit megtettem azért, hogy hogy legyen még egy csík. De talán nem is ez volt a legdurvább az egészben, hanem tényleg az az álomvilág, ami egyébként nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezek a drogok mocskosak, mert abban a pillanatban, amikor ezek benned vannak, akkor elhitetik veled azt, hogy ez a világ, ez egy valós világ. De aztán, amikor kijössz ebből a világból, amikor lejössz a cucról, vagy már csak amikor lejövőben vagy a cucról, akkor kezded azt érezni, és visszagondolsz az előző három napra, amikor durván meneteltél a tükör előtt, és euh, akkor így, akkor így visszagondolsz, hogy Úristen, te mit csináltál? megérzed a szagodat, vagy másnak a szagát. Én mindig nagyon próbáltam tényleg nagyon higiénikusan, mindig popsi törlőt vittem magammal. Hát azért egy háromnapos afteron az, hogy lefürödjél, annak valami kevés az esélye, át szokták magukat törölgetni. Az emberek nyilván, ha te voltani helyzet, pontosan tudod, hogy miről van szó. De hát ezt nem mindenki tette meg. Illetve volt régebben egy Kati nevű drog, aminek olyan kemikális szaga volt, hogy felszívtad, és utána olyat izzadtál. Tehát bárhol mentél a városban, a buszon, a villamoson pontosan tudták rólad, hogy te egy, egy büdös senkiházi drogos vagy, mert annyira jellegzetes volt a szaga. Most már ezt egyébként nem, kapni, ez egy, nem lehet kapni, ez egy növényvédőszer volt. Kék színű ö, volt legtöbbször, és, ö, és, és egészen egészen elképesztő szagot árasztott utána az is, aki felszívta, meg önmagában a drog is. Uh, tehát, hogy így, így végigveszed, hogy mit csináltam ebben a három napban? Semmit. Táncoltál, ott voltál, csináltad, közben rengeteg mindenről lemaradtál. De általában egyébként mindent elfelejtesz. Elképesztő kreatív ö, dolgokat tudsz mondani a munkahelyeden, hogy miért nem tudtál bemenni. Olyan hazugságokat találtam ki, te viccelsz? Amit még magam sem elhittem. Nem csak, ma, nem csak egyébként a munkahelyeden, a barátaidnak is olyan hazugságokat találsz ki, hogy egy, hogy egy adott ponton már ő, már lássák azt, hogy, hogy igazából te nem vagy ráfüggve semmire, meg te nem vagy annyira benne ebbe a dologba, meg te, meg te bármikor egy afteron nemet tudsz mondani, átbutaság, egy afteron azért nagyon nehéz nemet mondani, én nem is tudtam. Tehát, hogy én abban a pillanatban nyílt a pakett, én ott voltam a, a, a tányér mellett. Tudom, hogy sokatokban csalódást okoz ez, amiket elmondok, de majd aztán remélem, hogy a végére egy egész komplet képet kaptok ebből a dologból. Nem volt mellettem ne egy anya, egy apa, aki azt mondja, hogy ezt nem így kéne. A nevelők leszarták, hogy mit csinálunk. Hát itt, én már akkor ráadásul ki is jöttem 18 évesen az intézetből, onnantól kezdve vagy az utcán éltem, ugye, vagy ö, ö, különböző, különböző haveroknál, barátoknál, albérletben befogadtak, de hogy nagyon sokáig nem volt egy biztos pont az életemben. A biztos pont azok a, az a drog volt, a hétvégi drog. Én szerdától vasárnapig dolgoztam a diszkókban, aztán péntektől vasárnapig, és én általában szerdától vasárnapig valamilyen szer hatása alatt voltam. Egészen elképesztő, hogy, hogy bírta akkor a szervezetem ezt. Négy-öt nap, négy napokat alvás nélkül, vagy csak ilyen maximum fél órára bóbiskoltam el. Mint ez később kiderült egyébként, hogy ebbe simán bele lehet halni, de mi ezt akkor nem tudtuk, meg mi ezzel annyira nem foglalkoztunk. Mert akartam valahova tartozni, akartam valakikhez tartozni, családnak hívtam ezt. A munkahelyemen azokat az embereket, akikkel együtt drogoztunk, én családnak hívtam. Akkor egyébként, amikor ö, én ezeket a dolgokat toltam, így néztem ki. Picivel több lehettem, a 65-67 kiló. El tudod ezt képzelni? 65-67 kiló. Látszik is rajta, hogy mennyire be vagyok feszülve. Görcsbe van a kezem, táncolok, nyitott, nagy, nagyra nyitott szemekkel. Ez voltam én. Ebben az időszakban elhittem, hogy nekem van egy családom, a kollégáim a családom, hogy én bármikor számíthatok rájuk, persze csak szerdától vasárnapig, és ö, szerintem, hogy tartozom valahova. Ez volt a belépő a családba, hogy te is felszívsz valamit, vagy te is beleteszel valamit a, a, a közösbe. És én minden pénzemet bele is tettem, nyilván. Ö, ők nem voltak a családom. Olyannyira nem voltak a családom, hogy hogy az első pillanatban, ahogy tudtak, elárultak, akár droggal, akár pénzzel, bármivel. Ők nem voltak a családom. És de közben ők szerették az emberek a storiaimat a stílusomat, vittek magukkal az afterra, csak azért ö, elhívtak, hogy velük legyek, tudod. És, és, ez nekem tetszett. Olyan voltam, mint egy popstar. De amit el tudsz képzelni, az Eki, a Spuri, kokain. Egyedül a fű az, amit sose bírtam, én a szédültem tőle és hánytam, tehát nekem a fű az, az, az nem, volt, nem volt annyira a, a kedvencem, de a, a, kati, a ketamin, ezeket tulajdonképpen mindet, mindet végig kóstoltam. Elképesztő emlékek és élmények, élmények fűződnek a, a az afterokhoz. Viszont visszagondolva, azt szoktam mondani, hogy semmit nem bánok, és nem is szégyelek az életemből, de azokat a pillanatokat viszont, ha nem is bánom, mert azért attól lettem ilyen, amilyen vagyok, de egy kicsit szégyellem. És, és egészen idáig úgy tűnhet, hogy, hogy milyen jó buli egyébként, úristen, társaság, tánc, cucc, fel, szabadság, freedom, stb. És aztán most beszéljünk azokról a napokról, amikor ez nem volt. Beszéljünk mondjuk a vasárnap estére, amikor haza kellett menni. Mint említettem, én a füvet nem bírom, sokan a fűvel jönnek le egyébként a szintetikus drogok hatásáról, és úgy alszanak el. Hát nekem bizony ez nyugtató kellett. Erre csak késő jöttem rá, addig viszont volt egy hétfőig vicsorogtam kiszáradt szájjal, a fogamat ropogtattam, nem tudtam enni egy falat, nem megy le ilyenkor a torkodon. Ezért is voltam, ugye 67 kilo. Viszont borzasztó magányos voltam, folyamatosan az öngyilkosság járt az eszembe. Azt éreztem, hogy ha én ezeket a napokat, leszámítva az én életem, semmit nem ér. Vasárnaptól szerdáig én meg akartam magamat ölni. Akkor még egyébként a melegségemmel is úgy voltam, független attól mondjuk egy melegbárban dolgoztam, hogy, hogy folyamatos kérdések, kérdőlek voltak bennem. Fiatal voltam, senkivel nem tudtam ezt megbeszélni. Tehát ott mondták, hogy jaj, persze, meleg vagy, izé, nincs ezzel probléma, de én azért nem hittem nekik, tehát hogy nem, nem annyira ismertem őket. és én tényleg a legmélyébe ugrottam bele, de majd én ezt szeretném egy másik videóba elmesélni, hogy, hogy én hogy kerültem oda, és pontosan mit csináltam ott. Nyilván, akik követik a videóimat, azok tudják. De hogy az a lényeg, hogy hogy én abban a pár napban én haszontalanul éreztem magamat, nem éreztem magamat erre a földre valónak. Egyszerűen úgy éreztem, hogy, hogy, hogy csak a szerdát vártam, vagy amikor már később péntekig, akkor csak a pénteket. És. És. És folyamatosan egy olyan érzés volt bennem, hogy hogy nincs, nincs értelme az életemnek, hanem nem afterozom, vagy ha nem bulizom. Tönkrementek a fogaim. Mai napig egyébként a két főrágó fogam, a két felső hatos fogam hiányzik. A drogozástól tönkrementek a fogaim. Volt, hogy már tisztán is halucináltam. Az idegrendszeremre nagyon rányomta a bélyegét. Sokszor mai napig van, hogy megérzek egy illatot, egy szagot, meghallok egy zenét, meglátok egy fényt, egy régi fotót, mint például ezt, amit mutattam nektek, és nagyon erős nyomás van a melkasom, egy ilyen pánikszerű dolog jön rám. Rettegek azoktól az emberektől, ha csak így visszagondolok rájuk. Van pár ember, akit így rettegek, hogy újra találkozok, és volt közülük egy, akit láttam az utcán. Csibének becéztük őt, nem szeretném mondani a nevét. Láttam az utcán, ő egyébként meg is lopott engem, amikor ebben a hatalmas, nagy, legjobb barátságban, legjobb drogbarátságban voltunk. És vannak ezek az emberek, akiket én látom az utcán, és így hiperventilálok, mert annyira rossz emléket idéz bennem vissza. Szóval nagyon rányomta a bélyegét az idegrendszeremre. Elképesztően másképp gondolok most már erről a dologról mindent olyan szinten tönkretett, olyan szinten magányos volt, hogy én azt ki tudom jelenteni, hogy én akkor, amikor, amikor, úgy döntöttem, hogy felhagyok ezzel az élettel, én nagyon sokáig egyébként a halál voltam. Tehát én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy, hogy tudtam, hogy ez így nem mehet tovább. Ki is rúgtak arról a munkahelyemről egyébként, ahol, ahol, ez, ez volt, nyilván ott is azért ennek a drognak volt köze, mint nem az, hogy én drogoztam, hanem az, hogy a főnökség is, és mindenki más is. Uh, Elképesztő egyébként azon a munkahelyemen, ott pultból árulták a drogot, tehát kérhettél két gin tonikot, egy kólát, meg egy másfajta kólát, és akkor a pult, pult alól, vagy a hátsó irodából hátra kellett menni, és akkor ott ezt lehetett fogyasztani. Tehát mindig kéznél volt rá, hogy a fizetésemből meg tudtam előlegezni magamnak egy-két pakettot. Ha, borzasztó volt. Most így visszagondolva. Na mindegy, szóval, hogy azt hittem, hogy akkor itt megnyílik alattam a föld. Utána külföldre is mentem dolgozni, ott még magányosabb, még depressziósabb lettem. Egyedül voltam, távol a drogoktól, a drogos barátoktól. Volt egy párom, aki azért egy segített ebből a dologból nekem szépen lassan kijönni és kimászni, de hát külföldön ott nem volt velem. Szóval. Szóval borzasztó volt. Évekbe telt, mire összeszedtem magamat ha azon gondolkozol, hogy te most ebbe belekezdesz, akkor, euh, akkor te egy idióta barom vagy. Az, hogy te drogozzál, akár csak, és csak parti drogokról van szó, tehát semmilyen kemény drogot nem fogyasztottam, mondhatod azt, hogy jaj, ez, ez nem okoz függőség, meg erre nem lehet ráfüggni, olyan visszafordíthatatlan károkat okoz az életedben, amit te soha a büdös életbe nem fogsz tudni ö, elfelejteni. Olyan traumák fognak érni, olyan, olyan emlékek jönnek most is, miközben beszélek nektek föl bennem, olyan gombóc van a torkom, olyan kínos ez a téma, de közben meg, közben meg ö, muszáj, hogy lássátok ezt az oldalamat is, mert pontosan tudom, hogy hány olyan ember van, aki ebben van benne, és higgyétek el, hogy van kiút. Idejét nem tudom, hogy mikor álltam le a drogokkal, szerintem olyan. Nyolc éve van már, vagy hét körülbelül. Uh, ott van a pia, amit egyébként időnként akkor is mondjuk házi pálinkát Zsolti megenged magának. Erre sem buzdítok senkit, soha nem is vállalok egyébként alkoholal kapcsolatos együttműködést, uh, de, hogy, de, hogy, de hogyha nagyon valamit be akarsz bulizni, akkor ez szerintem egy-két fröccsel, egy-két pálinkával is neki lehet menni egy estének. Uh, kétségtelen, hogy azt az érzést, mint a drog nem adja, viszont azt az utóérzés sem adja, mint a drog, azt a lejövőt, azt a, azt a depressziót, azt a, azt a azokat a pánikrohamokat én azóta, azóta egyébként ö, ö, konkrétan pánikbeteg vagyok, tehát hogy a, a, drog nagyon durván tönkretette az életemet, és úgy, hogy én mondom, tényleg nem voltam függő, nem arról volt szó, tehát én amikor tiszta voltam, nekem esze ágában nem jutott, hogy itthon valamit fölszívjak, vagy valamiből belekezdjek, semmi, nem. Amikor buli volt, amikor parti volt, és volt olyan is, amikor azt mondtam arra is, hogy most ezen a héten nem csinálok semmit, de azért az volt inkább a jellemző, hogy de, csinálok valamit. Uh, úgyhogy, Úgyhogy ha azt gondolod, hogy ez egy menő dolog, akkor most már elmondom neked, hogy szerencsére azt a korszakot éljük, amikor már ciki drogozni. Ciki drogosnak lenni, amikor már meglátsz valakit, feszengeni egy szórakozó helyen, és kineveted, és azt mondod, hogy Jézusom, nem barátkozol már ilyen emberekkel, most már nem menő, hogy bedobsz egy ekit, nem menő, hogy felszívsz egy csíkot, Egyszerűen, egyszerűen nem. Sokkal menőbbek lettek a fröccsözések, sokkal menőbbek lettek. Például én ezekben az időszakokban nem láttam nagyon napfényt. Nem, lehúztam a redényt, mikor otthon voltam. Nem mentem el kirándulni. Én nekem egy új életem kezdődött, amikor letettem a drogokat. Rájöttem arra, hogy a szombat vasárnap, a gyerekek a hétvége, az tud egy olyan dolog lenni, amit lehet, Élvezni, élményekkel megtölteni. Még egyszer mondom, hogy annyi mindenről lemaradtam, míg drogoztam, hogy ezt elképzelni nem tudjátok. Olyan dolgok mentek el a, 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 az, az életem mellett, amiknek sajnálom, hogy nem lehettem részese, hogy ez nem igaz. Már sokkal előrébb tarthatnék. Nem ijadtam. Ne csináljátok meg, nem ijadtam, állj levele csak az én példámból okulj egy kicsit, mert az okos a másén okul. Nekem tönkrevágta az életemet, és tudom, hogy most ez nagyon fura, hogy erről beszélek, hogy nekem mennyire tönkrevágta az életemet, közben itt ülök a lakásomban étterem tulajdonosként, meg, meg, meg médiavállalkozást vezetek, meg, 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 viszonylag mondhatjuk azt, hogy kicsit ismert is vagyok, de hogy, de hogy ez csak a szerencsém múlott. Ez a szerencsém múlott, és egyébként hozzáteszem, hogy nagyon Patrikon. Mert Patrikkal meg tudom élni azokat a dolgokat, ami mellé nem kell drog. Nem tudom, ahelyett, hogy cuccoznál, ahelyett találj magadnak egy olyan embert, aki a drogod lehet, mert szerintem az egy nagyon-nagyon az szuper dolog. Nem tudok beszámolni, nem tudom, több milliós költésekről, nem tudok ö, beszámolni ö, drogosan elkövetett bűncselekményekről, tehát hogy azért, azért én ilyen szempontból szerencsés is voltam, meg, meg valamiért mindig tudtam, hogy hol van az a bizonyos megáll. Arról viszont be tudok számolni, hogy mennyire vágta tönkre az életemet, és mai napig viselem a következményt, és mai napig viselem egyébként a nyomait az én drogos múltamnak. Nem büszkeség, ciki, életem legcikibb dolga. Amikor megláttam ezt a fotót, akkor azt gondoltam, hogy hogy lehet írni egy undorító senkihez, hogy tehetted magaddal a testeddel, a környezeteddel, mondanom se kell a családommal, ami maradt. Nem tartottam annyira a kapcsolatot. Anyám halála előtt például ö, sokkal fontosabb volt egy after, mint hogy ő hozzá elmenjek. Ezeket a dolgokat soha nem fogom tudni már visszacsinálni, és, és megbocsátani sem nagyon tudom magamnak. Rengeteg embert megbántottam, rengeteg emberrel bántam rosszul, rengeteg embernek hazudtam, rengeteg embertől ö, ö, várok azóta is. Ö, megbocsátás és feloldozást. De az a baj, hogy a drog egy olyan kurva spirál, amiben ha belekerülsz, nagyon nehezen tudsz kijönni. És ö, nem szeretnék álszent lenni, nem akarom, hogy azt gondoljátok, hogy most akkor én vagyok a és most akkor én, egy, egy, egy szent beszédet tartok itt nektek. Egy adott ponton úgyis rá fogtok jönni, hogy ez nem élet, hogy ezt nem tudjátok csinálni. Sokkal-sokkal durvább fellépést ö, tanúsítanék egyébként a droggal kapcsolatban mind a rendőrség részéről, mind pedig a társadalom részéről. Én azt mondom, hogy bár ne ítélj, hogy ne ítéltes, de engem például az embereknek a lenézése, és az embereknek a rossz hallás, és az embereknek a a, a, a cikizés, az, hogy kinevetnek, az, hogy egy másodosztályú embernek, egy, egy másodrangú állampolgárnak tekintenek rám, vagy másodrangú állampolgárként tekintenek rám, nekem ez nagyon sokat dobott abba, Mondtam, hogy én nem akarok a kolonc lenni, nem akarok a proli drogos lenni, aki feszítve megy a buliba, és csak csinálja, én nem akarok többéhez lenni. És most már nem is vagyok az. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy valamennyire tudott neked segíteni. Um, nagyon fontos, hogy, mint ahogy ezt a videó elején is elmondtam, ha bármelyik újság az engedélyem nélkül erről egy cikket lemer hozni, és ezt a videót, vagy a videóban elhangzottakat felmeri használni, olyan pert akasztok a nyakába, hogy garantáltan ők fognak droghoz nyúlni. Úgyhogy lehet erről beszélni, lehet erről írni, de csak azoknak az újságoknak és csak azoknak az embereknek, akiknek én erre engedélyt adok. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ne felejtsétek szerdán egy webkanapér és egy jó kis srác lesz nálam, annyit elárulhatok. Szeretik, szeretik a fiatalok, tippétek meg, hogy ki az. Engem is meglepett egyébként, és, és örülök, hogy beszélgethettem vele. Szóval... Hát remélem, hogy, hogy, tudtam segíteni ezzel a videóval, vagy ha más nem, akkor legalább tudtunk tisztázni néhány dolgot, hogy én sem vagyok akkor a szent, mint a e sokan gondoljátok. Nekem is voltak a múltban elkövetett hibáim, és erről még fogok is beszélni egy másik videóban. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk szerdán. Sziasztok!